A 12. kerületben közel 900-an bérelnek önkormányzati lakásokat. Nekik jelenthet segítséget a Hegyvidéki Önkormányzat által bevezetett rendkívüli lakbértámogatás. A koronavírus járvány miatt ugyanis a bérlők közül többen kényszerszabadságon vannak, vagy elvesztették a biztos megélhetést nyújtó állásukat, és most anyagi gondokkal küzdenek. A rendkívüli lakbértámogatást a Népjóléti Irodán tudják igényelni a bérlők. Gyakorlatilag egy erre rendszeresített formanyomtatványon, ami az önkormányzat honlapján is megtalálható. Nagyon fontos, hogy a támogatásnak a feltétele tulajdonképpen csak és kizárólag az, hogy az adott családnak milyennek a jövedelmi viszonyai, tehát azt nézzük meg, hogy az adott havi nettó egyfőre jutó jövedelme mennyi a családnak, és ennek alapján állapítjuk meg azt, hogy jogosult, vagy pedig nem jogosult rendkívüli lakbértámogatásra. A kérelemről a szociális helyzet mérlegelését követően a polgármester dönt. A támogatást pedig azok a bérlők kérhetik, akiknél az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot, mondta el a Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzője. A támogatásnak a mértéke az mindig egyénre szabott, attól függ, hogy az adott bérlő mennyi lakbért fizet. A lakbérnek a 20%-a, tehát 20-tól 100%-ig terjedhet ez a támogatás. Az nagyon fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy mi készpénzt adunk a bérlőknek, vagy átutalunk pénzt, hanem tulajdonképpen a fizetendő lakbérből levonjuk azt az összeget, amennyivel támogatjuk a bérlőt, tehát magyarul ő kevesebb lakbért fog fizetni az adott hónapban. Hangsúlyoznám, hogy a veszélyhelyzet teljes idejére, tehát visszamenőleg is megítéljük ezt a rendkívüli támogatást annak, aki rászoruló, és a veszélyhelyzet lejártát követő 3 hónapig tart a támogatásnak a folyosítása, tehát reméljük, hogy ez az idő azért elég lesz arra, hogy a bérlők újra stabilizálják az anyagi helyzetüket, és újra fizetőképessé váljanak. A rendkívüli lakbértámogatás igényléséhez szükséges űrlap és a támogatással kapcsolatos további információk az önkormányzat weboldalán is megtalálhatók. Sok gyermek nehezen tűri a korlátokat, pláne ha ez egyfajta bezártsággal párosul. Az ezzel szembeni lázadás pedig az alapösztönük része, fogalmazott Rédei Zsuzsanna gyermekpszichológus. Mivel az iskolák már a járványidőszak kezdetén bezártak, és a közösségi vagy játszóterek sem látogathatók, a gyerekekre nagy nyomás nehezedett. Fontos lenne a szülőknek is tudni, hogy egy gyerek, amikor azt mondogatja, hogy de ő ki szeretne menni, ő játszótérre szeretne menni, ő szeretne átmenni a barátaihoz, akkor nem a mi amúgy is nehéz helyzetünket szeretné még jobban megnehezíteni, hanem pontosan azt teszi, amit ilyenkor egy egészséges gyermeknek tennie kell, már pedig azt, hogy szeretné azt az életet élni, amit ő megszokott. Tehát ami egy nagyon nehéz feladat a szülőknek, hogy ebben a helyzetben még nagyobb türelemmel kell lenniük. A szakember elmondta, a szülők részéről ilyenkor az a legjobb módszer a gyermek megnyugtatására, ha elfogadják a gyermek érzéseit és igazát ahelyett, hogy türelmetlenül a jelenlegi szabályokat ismételgetnék. Fogalmazzuk meg, hogy értjük, hogy nagyon igazad van, hogy teljesen érthető az az érzésed, hogy te szeretnél átmenni, kimenni, ne adj Isten óvodába menni, és nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy mi is nagyon szeretnénk, mi is nagyon vágyunk arra, hogy ne csak itthon kelljen ülnünk. Tehát az első körben az a fontos, hogy elfogadjuk a gyermek érzéseit. A tovább lépéshez szükséges, hogy olyan otthoni elfoglaltságot keressenek a fiatal korosztály tagjai, ami boldoggá teheti őket az adott körülmények között, akár a szülő javaslata alapján, de még jobb, ha saját magának talál megoldást, hívta fel a figyelmet a pszichológus. A digitális oktatással kapcsolatban a pszichológus elmondta, habár a gyermekek rugalmasabbak, mint a felnőttek, és akár 2 hét alatt tudnak alkalmazkodni egy új rendszerhez, fontos, hogy a szülő most akár a pedagógusokkal szorosabban együttműködve többet segítsen a tanulásban, ezzel is átláthatóbbá tenni a gyerekek új iskolai körülményeit. Amennyiben pedig a gyermeknek szorongási problémái vannak, az érintett család kérje szakember segítségét.